Nem hallottam mondani alkotásség, de jöv! Isten álljon mi! Éhéj, sáhó, senki! Ha nincs annyi valonnat állékáról az újos tetszervát, láhol át tudom? Akasztom fés, ülök le, hát azt mondta félezzel, legyen kicsin, itt vagyok, ső sáhol! Kamarába lejátél, ott sincs semmi, ha... Ha nincs az, se asztal megtárítva, se semmi, de én a bicskát veszem állé, valonnat állékáj. Azt mondja, félerrel legyek itt, mikor a harangkódult, akkor jöttem ki, akkor... Ha. Most kosadom, most ott köt, hé, úgy megdolgoz, örökké. Fú... Isten álljon! Hova megvalózultál, még kiajtasz így nekem? Hova hanyigálod el a falat? Hát tudhatod, hogy itt vagyok, hát fél egy. Jó, a szívám szinte megállt. Hát megállod? Jó, hé. Hát hova járkálsz? Hogy járkálsz? Hátra néztem a tányaim bornyúzó, tudod jól? Fászlásom, hogy nehogy megjáztettél a falat. Hát hogy jöttél be kapuzárba? Én úgy jöttem be, hogy én a híva vagyok, én rájövök, de állj meg, nehogy fel vagy ötözve. Hogy tudtad a fát, hogy az előtt beszédni? Nem kapok levegőt. Állj meg, fát tegyem bele a ládába. Ez meg, hogy megjáztettél, hogy megüttem az kicsi dúlyomot. Kutya, hogy nem ugatod? Kutya, de hova ötözel úgy fel, hát még nincs, nem rittyege? Csak tudod ebből a mocsok közből, hogy Bélát szípni a mocskot, hogy autó jár. Úgy fartok, hallod-e, hogy... A fát hogy tudtad felszedni így felöltözve? Azon csodálkozom. Ne, hogy tudsz lehajolni? Nem tudok lehajolni. A felső faliből szedtem le, a felső sorból. Azon nem is csodálkozom. Gyere, na én ma itt vagy. Már nekem a levetkezésen jó fél óra jelenkor. Az üljákec! No. Kell üljákec! Kutya, hogy nem ugatod? Kutya. Kutya. Még van-e van? Édes jó Istenem, ne hely, még az újjasos. Az újjasosra hagytam. Még a... Gyapjú már lényemet, és fel akartam menni. Jó. Gyapjú már lényemet. Azt nem vettem le, mert az. Szádusz, no, hát... Isten, a hűlános! Hát állj meg, én vagyok itthon, én... Én kell mondjam, hogy hűlánaimba. Hűlánaimba. Úgy megjáztettél, a kutya hogy nem ugatott, amikor jöttél be? Kutya hogy nem ugattál, míg a fát szedted le, amit ugathatott. Na most ne a kutyát beszélt, komolyan, hanem én fontos időre itt vagyok, és akkor... Hát, a félek legyen félek, amikor a harang kondult, én a kapun jöttem ki. A harang 12-kor kondult. Hát igen, és reszalmítottam, hogy amíg idáig jövök, s tudom esélyem is, ott van félek. De állj meg! Ára pontos időre te mit hagyatkozol, hogy félekre te itt voltál, mert nem értem, mit beszélsz. Hogy nem érted, koma? Hát te nem emlékszel a minap, mit beszéltünk? Hát te mit, mondtad... Mit? Ne, úgy teszem, mintha nem hívott volna. Te hittál meg ma komolyan engemet mára félelj rá. Én? Te! Mindjárt megvonom, én hogy hittalak volna? Jaj, te állj meg, te arra gondolsz, amikor négy nappal ezelőtt Pistéknél voltunk, és ott beszélgettünk? Hát igen! Hát én azt mondtam, hogy ha te bornucik, én abba hájba tégedet hílak, mert nehez bornuczó. De én honnan tudja, hogy máma fél egykor bornucik a tám, vagy mit beszélsz, nem értem komolyan. De ne a tehán bornyúzzást kavár most ebbe a dologba belé. Mi? Nem a tehánről van szó, hát azt tényleg nem tudtad, hogy mikor bornyúzik, hanem azt mondtad, hogy a füstelőben neked olyan költség van, és megrészeltesz belőle, s félezre legyek itt, azt mondtad, hogy a füstelőben rúdok le vannak hajolva, és olyan dolog, hogy a csudám megő. Azt én mondtam. Jó. Mondtam. Két pahárval megitta az barátom, ha nem emlékszik, vagy nem akar emlékezni. Ha né! Vagy mikor iszok, akkor sokat mondta. A csodám szinte megölt, jöttem be, se asztal megterítve, se semmi, hát... Sata, én úgy vagyok, te ne bicskát, és hoztam minden. Jó, nyugodj meg, hé, te enni jöttél, rabédelni ezzel. Hát oda komám, hát ha meg vagyok hívva, visszautasítsam, mert még rosszul esnám. Nyom meg valamit. Okay, mit? Már is nincs itthon, én most mit szereljek, hogy szereljek, a félreértés történt. Komolyan, te is elé tudod szerelni, mert nem főtétáról van szó, a füstelőből te is be tudod hozni. Füstelőből? No. Kamarába van minden, nem a füstelőben. Hú, menj a kamarába, nekem mindegy honnan hozok. Te azért jöttél? Hát azért, na, mondom. Csak tudod-e, hogy a kül... Ezt nem mondom, aki de csak egy kicsit üljek ez, már
A dél áltács, én pontos időben szoktam menni, és... Légára nem egy ki? Én az őszintét meg akarom mondani, még az estére is vékonyom. Jó lehetne a vastagabban enni, már most... Olyan akkora étkühely. Hallod, én fel voltam készülve, hogy... Te úgy állítottad, hogy neked milyen költség van, hát mondjuk én tudom, ma nálatok örök olyan, hogy... Van, na akkor... Valamit veszek el én, de... Menj, no! Segítsák én! Na, ülj ott! Ülj vasznak! De hallod, ha ma egy ilyen ebédre jöttél? Egy pálinkacskát a zsebbe valamit hozódott-e? Azt mondtad, akkor beszélted el, hogy azt se rég főzted ki. A szírvát, hát én hallod, de hozzam rá most, még valahol esemás törjön el. No. Hát, én már azt, hogy szoktak mondani, árdőre farkazom? Én nem hiszek. Ma megterítődik. Nézd meg, hogy azt kenyeret. Mondom. Kenyeretek, jó, hozok kenyeret. Hát ha enni jöttem, én tarisnyát nem mozhatok. Hát nép nincs itthon, nem? Tudok én úgy. Ó, ott van kenyár, van bövőd kenyár. Nálunk, hál' Isten, meg örökké jó. Van ilyen házi kenyár, van ilyen franzerva is. Ne? Az házi kenyár? Házi kenyár. Jó, hallod, de vágom is. Én ezeket a vakniket szeretem inkább most már. Puha! Vágom is. Még van, ugye? Hallod-e? Hallod-e, házi kenyeret, a másnál... Jó, mondom, olyan éhes vagyok, tényleg az... Bicskád, van! Van! Hogy ne vannak? Szerintem hol van ember? Na, gyere ide, no! Mit keresél? A bicskámot, no, mit? Hallod-e, ne keres, gyere ide! Mi van? Hallod-e? Van nálam még egy... Mi? Te két bicskát hordozol-e? Hallod, ennek úgy meg van vékonyodva az élet gyengülve, mondom, véletlen általán törni, meg van a költség száradva, mi biztos nem. Bicska van, gyere, ülj le! Nehé, két bicskát hoz, hogy nehogy étlen maradj. Aj, meg itt van, megvan az enyém. Mégis az én bicskám van jobban lesz. No, bicska van. Házi kenyár. Milyen kenyár? Te még ne lassan. No. Jó, megvan sűrve, ne? Jó, kaméno, inkább ezt a puha abbat eszem én. Értette? No, itt van a költség. Na, tepér. Na. Tepertyű. Vágtál egy kenyár. Állj meg hozzá. Só te. Só van én. Van minden. Tepertyű, só nélkül nem igen tudtam meg soha meg. Meg van sózva. Még? Még. Ma enném és na, de mégis nála nélkül restenem megkezdem. Milyen éhes vagyok, hely. Ó, jó, valami lapítót, ebben akarom mondani, hát... Ez még lejövén. Só nem kell akkor ezzel. Nem, már tettem rá a bövön. Mária, se tudom, hogy hol tartsa a sót. Most, sót. Hallod-e akkor? Na. Nem veszem, mert meg vagyok izzadvas. Jó. Hallod-e akkor veszem, én nem kéne altatom magam. Na. Mit szól? Az a tűkízatek, vagy hogy mondjam? Tepertyűt, mint nálatok, nem igen ezek sehol hely. Milyen íze van ez a jó házi íz, hallod-e? Csak ügyel már, a disznótartástól kezdődik a jó tepertyű. Ki van úgy? Mindegy, na most nem van. Állj csak meg! Mi a? Hallod-e, most egy cseppet meg ezt sértődtem. Ha jó, eljössz ezzel, menj is megsértődsz. Ha jó? De komolyan! Az a tepertyű megvan a jó házi tepertyű, de mű van 70 esztándája, hogy én vagy disznyó fogni, vagy disznyőrni, nálad itt voltam. Most disznyó fogni engem nem hitte alá, hallod-e? Az ember megarágedik, s lerezett. Én pedig még adod a jobb karban, nekem még olyan erő van, hogy én nem félek mostra. Most kezdődik az a pár. Na, idegeskes, ne sértődj meg már! A disznyó nincs megölve, a disznyó a pajtában. S hát akkor a tepertyű hogy van meg, ha a disznyó a pajtában van? Na, zavaríts meg! A tepertyű onnan komolyan, hogy a tepertyű nem abból a disznyóból van, már a disznyó még ezik. És a tepertyű onnan van, hogy az a drága Mári örökké minden felszimatos idegesít, de most egyszer jót csinált, no. Mit? Elment a boltba, értetted? Mó, áttod én miért küldöm? Cukorét, sóét, ilyenekét. S hát egy nagy nesz holmival jő haza.
Mondom, mit csinál aztán? Mit hozta? Ilyen költségeket, de annyit hallod-e? Az üzletből? A boltból. Mindjárt megbolondulok, hely. S hát ne bolondulj meg, már én is azt csináltam, szinte megüttem. Amikor megkóstoltam aztet, némán maradtam. Olyan finom, hallod-e, már szinte megcsókoltam, pedig én rég nem csókoltam. Hát hallod-e, ha nem mondanád, azt meg nem mondta volna, tehát a tük üzletből, hallod-e, üzletből, üzlet, és a disznó bajta a babon. Arra is sorkád, de koma? Mit szólsz? Híí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 í Hallod-e, de állj meg, tudod-e, mit nem érsz? Mit? Nájlom mocsokba miért teszitek belé, és miért tették belé? Koma, állj meg nájlom mocsokba. Azért van belé téve ebben nájlomba. Ilyen vírus időszak van, vírus. Nagy a vírus belé menjen. Látod-e, gondolnak a boltba erre arra. Ügyesen, de látod-e, fedele van, minden. Fedele lehet itt bébúhatik a liknál. Béha. Eppen úgy nem pászol. Ne, hogy le van szizsilálva. Na. Állj meg, na honnan való akkor? Ki? Ki törvette? Bódból. Bódból? Bódból. Júj, hely. Nem innen való. Ha honnan? Messzünnet való. Háromszékiek csinálja. Állj meg. Háromszékiek. Hát az mivel hozták fel? Kocsival hordozzák széjjel. És az üzlet bejelent lát házi tepertitkok. Mit szólsz? Hogy mondjam, olyan, mintha házi volna, hely. Ne, én is ellensége voltam, de béke lüsmárján komolyan, hogy olyan dolgok voltak, s vannak, ha csak ez a tepértyű. Háromszéki, nem? Mit írott, ne? Piros betűk vár, hely. Bertis. Na, ki az? Az a háromszéki mészáros. A vágja. Hallod? Nem négyszerűen nekem volt Berta nevezetű szeretni. Édes, az honnan tudjuk? A te pertyről jutott te a szedbe? Nem, a Bertáról. A Bert is. Ne kell sírni. Emlékszel, milyen májas fájér. Májas, de hogy levazatod? Hallj meg, hé, oda le van. Hát, a lemént három székre. Az is lehet, hogy a keze munkája benne van. Na kezdjük ezt a falit. Most a te pertyről beszélünk, so. Pattolsz a fél, még egyet meg. Azt mondja, pattolsz fél, látod-e, ne, alig lehet felszakasztani a vírus, így nem menj belé. Kell gondolkozni. Egyáltalán a vírusója. Azt te sír rajta, hogy tepertő. Ki-e? Tepertő. Az ki az-e? Tepertyű. Na, ki az? Akkor miért nem írja úgy, hogy tepertyű? Tepertő. Uraszom írja, uraszom. Új, hely. Ne jasszad én, ne? Nyugod! Hagymát van-e? Még a hagymát is szoktam vele inni. A pincébe hozzám meg egyáltalán le. Na. De hát elvek komolyan. A tepelt egyszer finom. Egyáltalán ne foglalkozta egyet a tepelt. Hát én eszem, de hát azt mondtad, hogy a füttelőben mond, az elébb elmondtam, hogy nem fér a költség annyi van. Egy annyival a szememet kiszúrod, lejövök, egy fél óra alatt jövök, én tepelt üteszek csak. A tudom ilyen táplálós kiadósítana tepertő. Táplál, én nem mondom már jó étel, de te valamit. Csak tudod, a boltból van. A boltból vannak ezek a holmik. Akkor a disznóval mit csinálsz? Arra is sor kerül január-február vége felé. Hozok még valamit, na hozok, de... Menj, segítsek! Na. Ha mondod, menjek, segítek! Egyáltalán nem elbírok, én a kamarával még áll. Né, parizsodnak az Dani, emléket. Né, hely. Mi meg? Hát nekem egy ilyen evővám végjött. Azt a jó értet. Nem látom tisztán, hely. Bért, nem is olvasom már, hogy te egyáltalán sírni nekem, egyáltalán jutárul a szemben. Né. Mit hozol? Mit hozok? Megmondtam Márinak, hogy vágja a fejes, bájé kell a hűtő szekrénybe, bé kell tenni, és most... Mi a szar? Sonk, mi az? Ügyáj! Ezek mindenre gondolnak. Karácsonyi sonk, hallod, hát jöjj karácsony! Jó! Ez is az üzletből van. Onnat? Mári lemencs az egész nyugdíjra azt vett. Állj, menj! Úgyhogy nekünk enni valami. A villanypénzt nem tudom, miből fizessük, de enni lesz amit. Állj meg komolyan, na emellé a sok jó költség, mert egy pohár pálinka jó volna. Jó, akkor hozok.
Milyen feledékén volt? Addig bontsad fél! Jó! Nézd meg azt, és már létezték, na alul, basz, miért vajon? Hát a vírus miatt, nem érted? Hát egymást fontosak az emberek, a vírus miatt. Bontsad ki, nem félek én a vírustól, nincs ott semmi vírus. A jó étvágyad van. Hogy kell vajon, honnan? Ne, hát a lapodom. Mit ír az ember? Olvasd el, mit ír? Azon is azt írja, vért is. Nem légálsz. Hogy kell, hol kell vágni, no? Hát nem, csak meg a sok. Add ide, né, add ide. Nagyjál, add ide. É, milyen éhes vagyok, hely. Hát az őszintét megmondjam. Tolémit? Ebből falunk, s a tepertyből eszünk. Tehát csak már a drága kölcs. Ott olyan szilak van, látom, hogy... Jó, jó. Hát karácsonyra volt véve. Mária hazajő, ha... Karácsonyi sonokkal. Én tovább rendez... Jó. Csállod, ez tényleg az üzlet? Üzletből van, vagy üzlet hogy mondja? Tessék, ne legyen, megsemerre, kóstold meg. Én ezt tovább rendezem, vágom, tehát őcs az a... Pálinka. Na, töltök pálinkát, és nos. Mit szólsz? Én este vegyek, ha vajon még van? Hogy ne volna? Annyi van, annyi kell? A boltok tali vannak. Csak úgy áll. A boltok? Csak újra kaptak a népek, hogy egy szempillantásat kapják át. Kell figyelni az autó mikor, és abba hállj be már a jócskát, puf. De hallod, hát akkor azok hány, az is lehet, hogy egy héten még két disznót esőlne. Minden nap egyet tanul. Mennyel. Minden nap egyet. Minden áldott nap. Hát gondolod el, mikor ennyi boltba kell hordani. Minden nap egy 400 kilót ezek vágnak le. Mi egy évben megöltünk egyet, és ezek minden nap egyet akkor megölnek. Hol lehet mészáros hely? Na, hát akkor annak a munkahely megvan, az egyet nem kell csinálni az a mészáros. Az almában is disznót lát. Mit tudom? Tedd erről, bár... Én vágok neked. Vágok a jó vékony szeletéket. Azt a célba vágok. Hallod, egyszer finom dolog, hely. Egy kicsi hagymája, mert oda vár, vagy valami. A pincében van, nem megy rá. Úgy megfázódtam. Pálinka, ne ígyük-e meg, ne gyarussam. No. Csak nem jó, nem? Vegd ezt ebbe a kezedbe. Azt egy pillanat előtt kell, mert se engedt. No. Mostanig a jó volt. Jó van. No. Állj meg, nem. Kott, Isten éltesse! Isten éltesse, nos! Az Úristennek legyen, ha lejöttem, le tudtam jönni! Na igen, na igen, na! Na, lakja a jól, nos, ha ma meghittalak csak! Billáns meg, mátszor is rájövök, hallod-e? Egyszerűen jó költség áll, rá lehet jönni! Hát áll rá, de bódba is van! Hallod-e, én most ki tudja nekem adna a lökös, és még az a vírus véget nem szívesen meg az üzletbe! De ide jössz! Ide, hallod-e, tehát tudom, hogy itt nem büntetnek meg! Igyad meg, Isten éltess! Billáns meg! Mehet-e, na mondjad, hogy... Ne kérdezz, hogy mehet-e, figyeljál, csak a szal nyílik, mehet, na! Na,